Apollo 9 éves, illetve most már 10 éves lesz, ő a második kutyám. Mindig fehér kutyára vágytam, öt vágyam volt életemben, önálló legyek egyszer, mert sokáig voltam káplán, 40 éves koromig. Aztán mindig vágytam egy hintaszékre, azt a öcsémtől kaptam. Aztán vágytam egy fehér pulira, ez a második fehér pulim. Az legyen legalább egy hektónál nagyobb akváriumom legyen, az is meglett, és hogy hát volt olyan ágyam, onnan így lelógott a keresztben, keskeny ágy volt ott. Most van egy ilyen széles ágy, a francia ágy, és így keresztbe is tudok aludni rajta. Hogy teljesen boldog ember vagyok, minden vágyam teljesül. Fél hatkor kelek, hétkor szentmise, akkor délőtt délig dolgozom, akvaholni oda a kazit, ha nincs, akkor közben temetés is előfordul. Egy órát alszom ebéd után, és kettőtől. Hát van, aki délután ér rá. Időmnek a 70-80%-át, szabadidőmnek a személyes beszélgetés veszi el. Nem veszi el, odaadom szívesen, tehát nem kell elvenni. Tehát gyakorlatilag este 7-8 órátájban, de van, aki csak este ér rá. Tehát akkor hétre jön hozzám egy gyónásra, ami egy órátig tart, nem vagy bűnbevallásra, hanem a beszélgetés, lelki beszélgetés. Amire nincs időm írni, olvasni és aludni. Ezen kellene változtatni, de Dombosz azt mondta, hogy ma oda át pihenünk, úgyhogy addig valahogy meg kibírom. Dicséretessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! És azért készítettük el az ünnepi körünket, mert a mai napon azokat a kisfiúkat, nagyfiúkat és bácsikat köszöntjük, akiket úgy hívnak, hogy Sándor. És kedves Sándor atya, hallgasd meg az óvodások köszöntését ezen a szép napon. Mit is adjunk a te néked, Sándor atyám? Tiéd ez élet és ez szép virág, a jó Isten keze véged minden nap. Én 91-ben hoztam létre a protestáns kollégák segítségével az ökumenikus iskolát, 94-ben a katolikus óvodát, ez megint óriási hatással volt a egyházközségre. És azóta is két kincses bánya, főleg az óvoda, de ott tudunk szorosabb kapcsolatot teremteni a szülőkkel. Tehát minden évben néhány olyan család itt marad az egyházközségben, akik közül némelyik nem is járt az ölt szentmisére. Február 25-én hit pajzsadíjat kaptam, amelyet nagyon szép körülmények között adtak át. Nem érdemlem meg, de azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönöm. Olyan társaságba kerültem, szoktam mondani, akiket hát nagyon-nagyon tudok becsülni. Ez az oklevél, amihez a díjhoz kötődött, igen. És ez pedig egy csodálatosan érdekes dolog, egy óvodánknak volt egy óvónője, Grolyoni Szabó Éva, és ez egy könyvszobrászat, úgy hívják ezt a munkát. Ő készítette, hihetetlen ügyes és csodálatos dolog. Sokan megcsodálták már ezt. Engem egy kicsit finomabban üldöztek már, mint az elődeimet. Börtönben már nem kerültem, de igazából azzal próbáltak lehetetlenét tenni, hogy amikor vagy látszott még talán a munkának az eredménye is, áthelyeztek a másik plébániára. Ezzel persze pont az ellenkezőt érték el, mert akkor másod is folytattam tovább munkámat, és nagyon bennem van az, amit püspök atyám mondott, Endrei Mihály püspök úr, aki maga is 18 évig internálva volt. Amikor el kellett jönnöm Lajos Mizséről, azt mondta nekem, Sándor, nem utasd neki, hogy rosszul esik, csinál tovább úgy, ahogy eddig. Ennél nagyobb dicséretek nem kellett. És így kerültem aztán Verészéről Csongrádra, Csongrádra Lajos Mizsére, onnan Abonyba, Abonyból aztán Újpestre, Újpestről pedig Fótra. Ez Újpesten történt, 1985-ben, ültem a Trabantonban a plébáni előtt este 9:30-kor. Egyszer csak odajött egy férfi, egyedül voltam még, kirántotta a kocsi ajtaját, és nekem támadt, hogy miért szittam az anyját. Tehát nem csináltam semmit, már is ütött, ő volt az erősebb. Ez a jó negyed óra volt észre, eltört ez a csont itt nekem, meg a
nyelvemet átharaptam, agyrázkódásom volt, és amikor a rendőrök hivatalból behívtak, mert ugye följelentést tett a kórház, ők azzal kezdték, hogy bemondta a Szabad Európa, hogy magát a rendőrök ütötték rá, hát nem mi voltunk, tehát, no, ezt mondták. Tehát tudtak róla, hogy mi történt itt. Amikor pedig Fótra kerültem, akkor ugye Fóta még nem volt különösen ifjúság étán, ugye júniusban kerültem ide 86-ban, de mi a újpesti gyerekekkel, fiatalokkal együtt szilvesztereltünk mindig. Szilveszter napján csöng a telefon, fölveszem itt Fóton, megszól egy nagyon ronda, agresszív hang, ide félje, bemersz menni Újpestre, szétverjük a pofádat. És az eletette a telefon. Na mondom, hát hogy mit csináljak? Na, ha megijednek, azt érzik, az annál rosszabb. Úgy döntöttem, bemegyek, be is mentem, de hazafelé megkértem két nagy erős srácot, hogy kísérjenek haza, mert azért tartottam, hogy hátra beváltják. Lehet, hogy leskelődtek és nem mertek nekem esni. Aztán pár hétig úgy jöttem hazafelé, hogy mindig a sarokra egy nagyot kerültem, hogy ne tudjanak leütni. Aztán elmúlt ez a félelem. Tehát ez még 85-ben így volt. Nekem az is nagyon sok erőt adott, nem csak a püspökeim voltak mellettem, azok az emberek, akiket rám bízott a Jóisten. Azok a fiatalok, akik nem féltek attól, hogy Csongrádon, meg másut is, kutyás rendőrök, meg Lajos Miss is várták őket, amikor kijöttek a templomból, hogy miért járnak ifjúsági italra, és azokat a gyerekeket nem hagyhatom ott. Úgyhogy el azt gondolom, hogy ez egy izgalmas időszak volt, és nem az, hogy Jenőnek van egy száma, hogy nem voltam hős, nem voltam gyáva, egyik sem voltam. Természetes volt ez a közeg nekünk abban az időben, úgyhogy nem volt ez olyan nagy ügy számunkra, amit csinálunk. Mária, jó anyád, kérünk, hogy nézz le rád, Ódész le rám, hittel sok gyermeket, tűrhet bár szép jelen, tűrhet, tűrhet, ó jó anyám. Mária, jó anyám, kérünk, hogy nézz le rám. Hát szóval ez az a 70-es évek, amikor ilyen gondolatok egy fiatal emberben, tényleg 20-valahány, egy-két éves voltam, hihetetlen fiatalok voltam, feleségem 2 évvel fiatalabb, de érdekes, hogy aztán végig segített, társam volt. A magyar egyháznak a megújulásában te, Jenő, és ez nem fényezés, ez így van, óriási szerepet volt. És a te nyomodban, és a te utánad pedig azok, akik még a Dax, meg a Dio, meg a többiek, szóval egy olyan föllendülés volt, és nem azért gitároztunk, és mindig ezt mondom, hogy jól érezzük magunkat, hanem már jól érezzük magunkat a mennyatya házába, és megengedhetjük magunknak, hogy saját hangon szóljunk a mennyatyához. Tehát azért ez több volt, mint ez nem reklám volt. Ez egy olyan egészséges odafordulása volt annak a korosztálynak a Jóistenhez, ami azóta se találtam hasonló. Azok a papok, akik fiatalokkal foglalkoztak, azért sokkal tisztában láttak még néhány nagyon bölcs és okos ember, akiket tisztelünk, persze természetesen nem akarunk megbántani őket, de nem voltak tisztában a tényekkel, igen, hogy mit jelentett annak a korszaknak, tehát a 70-es évek ifjúságának, mit jelent ez a gitár, igen. Jól. Nekünk ez nagy kegyelem volt, hogy egy olyan papok voltak, és hatalmas te megjött ez. Szóval azért az, hogy te akkor ott voltál egy viszonylag hosszabb időt, hát pár évig, igen, te hoztad létre azt, a fiatal, akkor mi, mint fiatal házasok, és még sokan mások, hogy azt az úgynevezett regnomi közösség csoportot. És nagyon érdekes volt, hogy ez azóta is él. A világon Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztus hoztalkozol. Emlékezz, emlékezz, Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol.
ezen a helyen állt, ahol a kereszt, a Regnum Marianum templom, amely a Regnum Marianum közösségnek a temploma volt. Néhány perccel előtt jöttünk el a Dominica 50 szám előtt, ahol a Regnum az anyaháza volt tulajdonképpen, ahol a Regnum papok működtek. Regnum Marianum volt a jelszó, tehát Mária országát építeni, ez volt az élet céljuk, vagyis a Magyarországot fölépíteni, aki valóban a Szent István örökséget, mint Mária országát valósítja meg, és segíti tovább élni. És ebbe a közösségbe kerültem bele én is 1977-ben. És az ő csodálatos elődeim voltak azok, akik nálunk is példaképül szolgálnak a ifjúsággal a foglalkozásban. Gyakorlatban láttam, hogy a kegyelem valóban a természetre épít, ez egyik szlogenje a Regnumnak, és a legjobb nevelőeszköz a napfény, a víz meg a levegő. Tehát a kirándulások, a túrák, a nomád táborok, ezek nagyon sokat jelentenek a gyerekek lelki, szellemi, fizikai nevelésében is. Csodálatos templom volt, ugye én is már csak képes napon láttam, Rákosi Mátyás fölrobbantatta az 50-es éveket, tehát 53-ban, mert ugye azt gondolta, hogy ha megszűnik a hely, ahol összevetünk, egyáltalán az a jelszó is, hogy Regnum Marianum vagyunk, azzal is sikert el, hát nem ért el sikert. Inkognitóban, illegalitásban vonult az egész közösség, és ugyanúgy éltek tovább, mint eddig. A templomot el lehet pusztítani, de a lelkek templomát nem lehet elpusztítani. Kétszer megjelentette a szüzanya ezt a templomot. Az elődöm mesélte az egyiket. Amikor egy német csoportot vezetett a 60-as években, befejezte a vezetést, előállt egy német férfi, és azt mondta, hogy itt harcolt a faluban. Háromszor cserélt gazdát a falu. És neki kellett volna egyik alkalommal fölrobbantani ezt a templomot, de nem tette, mert azt mondja, hogy bűvészettörténész civilben. Eljött megnézni a templomot újra. Ez az alkalom, hogy a december 8-án lett volna a szepültelen fogadtatás ünnepén. A másik történet pedig azoktól hallottam, akik itt laktak a szomszédban, ott pedig oroszok voltak beszállásolva. Az orosz katonák sem volt hajlandó fölrobbantani a templomot, mikor visszavonulás volt, ugye ide-oda mozgott a front, hanem itt a Somlyó hegy oldalában való, ott robbantotta fel a robbanószert. Károly István, aki ezt a templomot építette, és az ő családja, édesanyjával és testvérével 1808-ban került Nagykárolyból ide erre a vidékre. Hát egy szerencsétlen élete volt olyan szempontból, hogy első felesége meghalt 26 éves korában, a másik 34-35 éves korában, a harmadik feleség túlélte. Azt szokták mondani, hogy a második felesége emlékére építette ezt a templomot. Ébli Miklós bízta meg, aki 30-valány éves volt akkor. Romantikus stílus volt a divat abban az időben, és a templom is romantikus stílusban épült, ami azt jelenti, hogy több stílus megtalálható nagy egységben benne. Például a képek a bizánci stílusra emlékeztetnek, a freskók is, amik a főoltár fölött vannak, Jézus Krisztus, mint pantokrátort, mindenek uralkodóját ábrázolja, mellettük a négy evangélista maga jelképeivel, és a Jézus alatti képsorok pedig a Gábor angyal látogatását Máriának, amikor megtudja, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, aztán a betlehemi jelenetet ábrázolja, az a Mária megkoronázása is ott látható, illetve két szélén pedig Pétert megteszi az egyház fejének Jézus, illetve Saulnak a megtérése. Két mellékoltár található a templomban, az egyik Szent György tiszteletére van szentelve, azért Szent György tiszteletére, mert a régi templom, ami ennek a helyén volt, egy barokk templom, le lett bontva, ami Szent György tiszteletére volt annak idején szentelve. A másik pedig a második feleség tiszteletére, Szent Franciska tiszteletére lett szentelve, a szereplőknek az arca, a Gófi család arcairól volt mintázva. Ahol most vagyok, ez tulajdonképpen az altemplomi része a templomnak. Tőlem balra található maga a kripta, ahol a Károly családnak a tagjai nyugosztak. Itt érvényesült a legjobban a sok arab mór díszítő elem. A főoltáron a föltámasztott Krisztus szobra látható,
amelyre az van írva latinul, hogy én vagyok, ne féljetek. Vele szemben van a föltámadás angyala. Velem szemben pedig látszik egy női szobor, Károly Erzsébetet, a 18 éves korában Rómában kocsiversen elhunyt gyermeket ábrázolja. A föltámadás angyala, amikor bemegyünk a Szent Péter bazilikán, bal oldalt az egyik kápolnába ugyanez a szobor megtalálható. Életem legszebb három napja, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, de a papi életemben is ez a legcsodálatosabb, mert olyan fantasztikus az a három szent nap. Például ma jönnek majd az akolitusok, megbeszélni, hogy megvan-e az a 12 ember, akinek megbosom a lábát. Egy óráig virasztán szokott lenni. A híveknek kiírok, tehát összegyűjtök különböző témákat, és lehet válogatni. Ilyen negyed órás blokkokban jönnek, választanak egy-egy részt előzőleg már, most majd holnap fogom kitenni, illetve a vasárnap, és akkor egy 5-10 perces elmélkedés, ének, csönd, és ezt követke, éjjel egy óráig. Írtam egy keresztutat is, amit nagyon szeretnek a hívek, mert ami Jézussal megtörtént, ezt mindig mondom, az a mi életünkben is megtörtént, vagy fordítva így mondom. Tehát a Jézus élete nem más, mint a miénk. Ugyanazok dolgok fordultak az ő életében, mint a miénkben. És egyébként nagypénteknek óriási üzenete van a szenvedésről, a kitartásról, élet értelméről, mert a mai ember nem hívők, nem tudnak vele mit kezdeni. A hívők is nehezen, pedig hát kegyelem közvetítő lehet. Azt mondtam, hogy a hívő ember szenved, a hitetlen kínlódik. Egy kicsit hanyatfekve a kórházi ágyon, ott látja meg az értéket. Húsvét nélkül viszont nincs értelme a szenvedésnek sem. A szenvedések a titka, az a föltámadásban fejthető meg. Hit nélkül a szenvedés, az ember érték a mellékterméke, salak. A hittel pedig kegyelem közvetítő eszköz. Amikor ide kerültem, akkor megszüntettem az iskolai hittant, nagyon piszkálták a gyerekeinket, és ez 86-ban volt, úgyhogy inkább itt tartottam a hittant a plébánián, és ezzel felszokott szökött a hitvallások száma is. Melyik volt a világ történelem első szent miséje? Na, mondjad? Az utolsó. Utolsó vacsora. És mi történt az utolsó vacsora, ami nagyon lényeges dolog? Átváltoztatta a... Igen, a kenyeret mivé változtatta Kitti? Mi lett a kenyérből? A Jézus test. Hangosan, olyan jót mondtál, hangosan. Jézus test. Jó van, jó, még hangosan. Jézus test és a borból mi lett? Jézus vére. Igen. És most kiváltoztatját a kenyeret? Hát most egy huncut kérdés. Nem is biztos, hogy jól kérdezem. De jó, kiváltoztatját a kenyeret Jézus testére, a bort Jézus vérévé, Dorka? A papnak a szavára. De kiváltoztatját igazából Jézus. De jó mondtad, mert a pap kell hozzá a pap. A Szent Ágoston általános iskolás gimnázium épületében vagyunk. Igény mutatkozott egyházi iskolára a rendszerváltás tájékán. A protestáns kollégák nagyon mellettem voltak, és egy nagy összefogással sikerült az iskolát megteremteni, és tanárok is jöttek bőven. És egészen az utóbbi időig, 3 évvel ezelőttig ökumenikus iskola néven szerepelt, és így is volt. Aztán végül is átvette a Váci Egyházmegye, hiszen a Váci Egyházmegye területén vagyunk, több mint 400 gyerekünk van, és nagyon nagy egyetértésben vagyunk a protestánsokkal ezután is. Minden hétfőn étkező áhítatot tartunk, aztán a hónap első hétfőjén a katolikus gyerekek számára szentmise van, a protestánsok pedig Isten tiszteletet tartanak. Egyik hittanúra az iskolában van, de a másik pedig kinek-kinek a saját felekezetében. Ez az a célunk, hogy a gyerekek ne szakadjanak ki a felekezetből, az egyházközségekből, hanem szokják meg, ahogy is otthon legyenek. És ez úgy látszik, hogy működik is. Nagyon aranyosak voltatok, hogy köszöntettetek a névnap alkalmat. A gyerekek majdnem letöntöttek az örömtől, meg a lelkesedésekkel.
De nagyon jól esett, és nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit, Sándor, hogyha mindig nagy örömmel jövünk a gyerekekkel, a gyerekek is nagy készülődéssel várják ezt a napot, hiszen nagyon-nagyon szeretnek téged, és hát 30 éve minden évben fölköszöntünk téged. Igen. Ugye hát már 30 éve működik az óvodánk. A iskolában a gyerekeink, az hogy viszonyulnak a tanárok? Tehát, hogy milyen hírünk van ebben, azért jó lenne tudni. Hát az a visszajelzés, hogy jól neveltek, nagyon figyelmesek, udvariasak a gyerekeink, úgyhogy szeretik őket, szívesen dolgoznak velük. Volt egy istálló, amit átalakítottam mindjárt, ahogy ide kerültem, nem sokkal közösségi háza, ott tartottuk a hittanórákat, addig meg itt a plébánián. Szóval úgy megindult az élet, és hát közben a templomtatarozás is az én feladatom lett, amelyet 2000-ben fejeztem be, 86-tól a külsejét legalábbis, aztán azóta próbáljuk a belsejét tatarozni, és ez megint összefogta az egyházközsége. Tehát a közös, azt szoktam mondani, közös munka, közös imádság, közös szórakozás az, ami összefogja a közösséget, és növeli is a közösséget. Aztán később azt csináltuk disznőüléseket, ugye két disznót levágtunk, egyiket kimértük, a másikat megettük estére, együtt meg egyházközségi napokat szerveztünk, tehát tánccal, vidámsággal, vacsorával. Minden pénteken, januártól november végéig jegyes oktatásom van. Tehát én közösen tartom a jegyes oktatást, tehát csoportban, de mindig megadom a lehetőséget, amíg pár külön akar beszélni, van dolgokról, ami nem publikus, külön is tudjanak beszélgetni. És hozzám úgy 8-10 alkalommal, inkább 10 alkalommal járnak egy fölkészítésre. Sokszor akkor gyónnak, áldoznak először valamelyik jegyes pár, vagy mind a kettő. És aztán most hirdettem meg először egy tanfolyamot, a felnőtt keresztény oktatás, tavaly óta oktatom őket, én katekumenátus keretében. Volt, hogy leszólított egy hölgy, azóta is dicsérem, milyen bátor volt a busz megálló, azt mondja, maga a Sándor atya, mondom én, mert ő szeretne gyóni áldozni, hát akkor jöjjön, és akkor felőkészítem. Tehát vannak megkeresztelt megtérők is. Egyik kedden felnőtt hittanom van, a másik kedden pedig most már második éve felnőtt keresztelés oktatásom van. Szerdán az akolitusokkal találkozom. Apolló, valaki ilyen. Gyertek be és üljetek le mögém. Nem kell becsukni az ajtót, és nem fog ugatni. Kutya ugatni fog, mert minden csöngetésre ugat. Akolitus az gyertyavívőt jelent, nekem 10 akolitusom van. Az eredetük visszanyúlik az ősegyházban. Ajtónálók voltak tulajdonképpen, vigyáztak arra, hogy ki jön be a katakombákba, és ki odavaló, ki nem. Most az akolitus az egyházközségben a liturgia segítő. Nem csak áldoztatásban segítenek, hanem prédikálhatnak is, és az egyházközség szervezésében is. Számomra az a 10 ember, akivel közvetlenül meg tudom beszélni a lelkipásztor, hogy terveimet, gondjaimat, nekem sokat jelentene. És az egy fantasztikus a jelenlétük is. Tehát ugye beszélgetünk arról, hogy a férfiaknak milyen óriási szerepe van a vallásosságban. Azért, amikor látnak 10 akolitust egy szentmisén, mert néha, hogy mik ott vannak, akkor ők asszisztálnak azért, és nem mindenki áldoztat, de jelen van, és ott van az oltár körül, az egy markáns dolog, annak jelentősége van. Havonta mindenképpen szeretnék találkozni, ők is szeretnék találkozni, sőt, van egy alkalom, amikor az egyik akolitusunk meghívja a többieket egy vacsorára is. Igen, aki éppen most bejött, ő az, aki mindig meg szokott hívni bennünket vacsora, egy éve egyszer ősszel. Tehát teológiai kérdésekről beszélgetünk, mert ezt fontosnak érzem, hogy teológiai is képzettek legyenek a lakultusaink, mert mindig vannak aktuális feladatok, amit meg kell oldani. Szent Pál apostolt egy pár gondolatot a húsvétről, amit nyilván tudtok, azt írja, ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt holtából, hogyan állíthatják néhányan köztetek, hogy nincs föltámadás? Döbbenetes, hogy még a korintusi egyházban is azért ez még gond volt, hogy köztetek. Tehát nem az, hogy a pogányok tartanak, és azt gondolom, hogy ez megint fontos rákérdezni, vagy inkább föltenni a kérdést, a templomba járnak, hogy aki templomba járnak,
Mennyire hisztek tényleg a föltámadásban? Én szoktam mondani, a belné fogásaim, bűneim, gyatrosságaim ellenére is nagyon használta a Jóisten. Ezért rólam írtak egy könyvet, illetve elmondtam életemet, azt a címet adtam neki, hogy köszönöm, hogy használtál. Gyakorlati lelkipásztor lettem, és nekem nagyon sok örömet adott, tehát nagyon sok munkát, meg nehézséget is, de azt gondolom, hogy teljes az életem.